Sziasztok! Nyári Kriszti vagyok az Evobike-tól, és a már megkezdett GoPro-s technikai filmes kiegészítős videós sorozatunk következő részében nagyon ügyes kis kiegészítő eszközt, ami nem csak GoPro-hoz természetesen, hanem bármilyen fotós, videós munkához megfelelő lehet, mutatunk be nektek, hiszen megkezdtük a német jó minőségű Kaiser termékeknek a forgalmazását. Abból is most egy nagyon egyszerű kis segítőt mutatunk be nektek, ami én azt gondolom, hogy rengeteg az egyben, talán több, mint a három az egyben funkcióval bíró kis kiegészítő, amit egyébként GoPro-hoz is tökéletesen használtunk, de egyéb más feladatokra is, mégpedig kibontom. Mondhatnánk azt, hogy egy mini állvány és egy tökéletes kézi markolat fotózáshoz, filmezéshez. Ugye városi sétáknál nem mindenki szereti cipelni a nagy professzionális fotós állványt, mert hogy nem elég ki a fényképezőnek súlya van, nem elég ki az objektíveknek, a fotós táskának, a töltőknek, a memóriakártyáknak, nem tudom minek súlya van, de még ott van az 1 kilós, 2 kilós, 3 kilogrammos állvány, miközben rengeteg feladat van, amit meg lehetne nélküle oldani. Nyilván, hogyha ebből él valaki és profi filmeket forgat, akkor óhatatlan, hogy cipelni kell, de városi sétákhoz, túrákhoz, kerékpáros túrákhoz, motorozáshoz nem biztos, hogy mindig indokolt a legnehezebb felszerelést. Ebben az esetben nagyszerű segítség lehet egy ilyen kis mini eszköz. Azt talán már első látszik, hogy van neki egy billenthető fejrésze. Itt és egy nagyon jó kis ergonómiával megáldott markolt része, amit egyébként magunk felé tartva selfie módban is tudunk használni, vagy akár fejen álló módban, mint talajközeli munkákhoz. Ugye a GoPro is átfordítja a képét, tehát talajközeli munkákhoz alacsony állásban. És ezen kívül, ami nagyon zseniális benne, tulajdonképpen egy mini állvány is. Tehát ez azt lehet mondani, hogy egy igazán praktikus kiegészítő. Nem mondanám azt, hogy túlzottan sok a súlya, tehát még az se lehet kifogás egy ilyen termékkel szemben, hogy hát jó, ezt se szeretném cipelni, mert még ez is túl nehéz. Nem túl nehéz, hiszen nagyon jó minőségű műanyagból készül. Egyetlen mozdulattal csukható kicsire. És tényleg az a fajta műanyag, amit látszik rajta, hogy nyugodtan lehet terhelni, nincsen belőle semmi probléma, nem fog a legkisebb terléstől szétesni, eltörni ez a markolat. Egyébként itt írják is, hogy maximálisan 2 kg-mal terhelhető, ami viszont azt gondolom, hogy ugyan van valamennyi rugalmassága, de 2 kg az nagyon nem kevés, tehát az nem a kompakt fényképezőgépek kategóriája. Olyan rendesek voltak, hogy nem muszáj például, hogyha a GoPro szeretnénk egy fotós mellettes állvány csavaros talpal rögzíteni, nem is muszáj egymáshoz képest a kettőt pörgetnünk, hiszen erre külön be van készítve nekünk ide egy menetes szár, amit tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerűen össze tudunk csavarozni. Utána még mindig több verziónk van, ugye az állványon is van egy billentőmechanizmus, ami azért azt lehet mondani, hogy elég nagy tartományba tudja mozgatni a kamerát, de hát ugye a GoPro-tól megszokott módon a saját rögzítőjét is kioldhatjuk, és azzal is tudunk, ha nem is 180 fokban, de 170-ben körülbelül játszani. Úgyhogy van bőven beállítási lehetőség, így tökéletesen jó lehet selfie módban sétálni, kerékpározni, motorozni vele, de amennyiben az a szempont, hogy talajközeli munkákat csinálnánk, akkor ugye megtehetjük azt, hogy a fejrészt ezt megfordítjuk. A GoPro van olyan kegyes, hogy átfordítja ugye a képét, és már is csináltunk egy jól kézreeső markolatot fejjel lefele talajközeli munkákhoz, gyakorlatilag
nem akarok nagyon hazudni, de egy jó 6-8-10 mm-rel a talaj felett már surrahatunk is vele. Ami azért azt lehet mondani, hogy elég érdekes nézőpontokat engedélyez nekünk. És akkor még nem beszéltünk a telepített módról, amikor is, mint állvány, lehelyezzük ezt a kis kamera mini állványunkat. Ez például nagyon-nagyon zseniális megoldás tud lenni, hogyha valaki ugye videót venne föl, de nincsen elég segítője, és kihelyezni inkább a kamerát több nézőpontra, és utána történik a főmű, az előadás, illetve a közeli, vagy akár távoli timelapse-es hosszabb felvételek is tökéletes, hiszen nagyon jól el van a kamera magában is ebben az állványban. Nem szorul segítségre, és megmarad összes szabad kezünk, hogyha egyéb más munkákat is folytatnánk, vagy másik kamerával is dolgoznánk közben. Ötletes, ügyes, kicsi, könnyű, praktikus. Ezeket a terméket úgy szintén elérjétek most már az Evobike-ban. Egyébként ez a Kaiser a professzionális, a hagyományos analóg, tehát filmes technológiában is, azokban is tudunk segíteni, illetve professzionális állványaik is vannak, nem csak ilyen gyors, praktikus swing grip nevű termékeik, ami a város sétákhoz egy nagyon-nagyon jó praktikus kiegészítő, hanem nagy professzionális állványaik is. Azokat is rövidesen be fogjuk mutatni. Ha tetszett ez a videónk, akkor lájkoljátok, osszátok meg, kérlek. Ha szükségetek van ilyen termékre, kerestek minket az Evobike-ban. Válaszolni, segíteni fogunk, ezek a termékek már rendelhetők, illetve bizonyos esetekben raktáron is vannak. Vagy kövessetek minket a Facebookon, Instagramon. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!